Az alkoholizmus az egyik legkomolyabb szenvedélybetegség, amely nagy mértékben érinti hazánkat is. A gyógyításhoz szükséges a szakember segítsége. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Erdély Ágnes, a Sánta Kálmán Szakkórház orvosigazgató helyettese. Kezdjük sokkal, jó napot kívánok! A WHO készített egy felmérést még néhány évvel ezelőtt, miszerint Magyarországon az évi átlagos alkoholfogyasztás az 12,3 liter. Mi számít nagyon soknak? Hát ez nagyon sok, ez a Magyarország évi átlagos alkoholfogyasztás. Nagyon nehéz a mértéket megmondani, hogy mi az, ami nagyon soknak számít. Természetesen azért beszélünk valamilyen fajta számokról, ugyanis mindenkinek más, tehát mindenki a saját magához próbálja viszonyítani az ivási szokásaihoz képest, de azt mondjuk, hogy az számít soknak, amikor már függőség alakul ki, vagyis testi, illetve lelki függőség jelenik meg a rendszeres alkoholfogyasztástól. Ez már egy kis mennyiség rendszeres elfogyasztása után is kialakulhat, tehát hogyha valaki naponta mondjuk 2 sörnél többet iszik egy éven át minden nap, vagy valaki mit tudom, egy fél liter bornál többet iszik egy éven át minden nap, vagy 4 centiliter tömény italnál, akkor a szervezete függővé válhat az italfogyasztástól. Régen azért lehetett ilyet is hallani, hogy ha hetente megiszik, ha mondjuk péntek szombatonként úgy érzi, hogy neki mindenképpen szüksége van erre. Ez is akár alkoholizmus? Vagy ez még azért nem? Az vezethet az is, amikor nem minden nap iszik valaki alkoholt, hanem vannak ilyen rohamivások, vagy úgynevezett nagyivásos időszakok, hiszen, és az is egy rendszer, ha minden pénteken és szombaton valaki olyan szinten alkoholt fogyaszt, hogy másnap nem is pontosan emlékszik, hogy mi történt a buli egy bizonyos pontjától kezdve. Hol áll egyébként Magyarország a sorban? Sajnálatos módon mindig szokás Magyarországot ilyen sereghajtóként emlegetni, de tényleg e tekintetben van okunk a szégyenkezésre? Ez jó lenne, a sereghajtók lennénk az alkohol függők számában, meg az elfogyasztott alkoholmennyiségben, de itt sajnos eléggé az élen állunk. Európában azért nem mi vagyunk a vezetők, vannak nálunk többet ivó országok is. De nagyon komoly probléma a Magyarországon az alkohol függőség. Egyrészt a szemlélet, hiszen mindenki iszik, az alkohol az benne van a kultúránkban. Vannak helyzetek, amikor hozzátartozik egy kocintás, és ezzel nincs is semmi probléma. A probléma ott van, amikor ez nem csak, hogy mindennapossá válik, hanem amikor nagyon fiatalok kezdenek el rendszeresen alkoholt fogyasztani, vagy amikor valaki nem veszi komolyan azt, hogyha kontrollvesztő, tehát addig iszik, amíg már nem emlékszik rá, hogy mi történik vele, ez nagyon komoly egészségkárosodást hoz, vezethet a későbbiekben. Hogyha a számadatoknál maradunk, és nem az alkohol mértékét nézzük, akkor körülbelül hány ember nevezhető akkor alkoholistának Magyarországon? Vannak ilyen becslések? Sokféle becslés van, ugyanis a kérdőívek azért mindig eredményei, a felmérések eredményei mindig egy kicsit kritikával értékelhetők, hiszen kiszámítja magát alkoholbetegnek. Hát mindig a másik iszik, én igazából nem, tehát többnyire ezt a választ szoktuk kapni. De sokféle adatból próbálták meg becsülni azt, meg sokféle ilyen indirekt mérőszám van, amiben megpróbálják becsülni, hogy mennyi függő lehet egy országban. Ez Magyarországon egy ilyen 600, 700, 800, 900 ezres nagyságról beszélhetünk. Említette a társadalomnak a szerepét. Vannak-e még kiváltó okok, vagy a társadalom, mondjuk a baráti kör, hát hogy nagyon leegyszerűsítjük, ez nevezhető a fő problémának? Nagyon leegyszerűsítve azt mondjuk, hogy szokás, hozzászokás, rászokás, és már kialakult egyfajta függőség. Ennél az lényeges összetettebb a szenvedélybetegségnek a kialakulása, de természetes, hogy az a társaság, az a környezet, ahol valaki rendszeresen szokott inni, vagy rendszeresen kontrollvesztő, az meghatározza azt a fajta viselkedést, hogy minden hétvégémet hogyan töltöm, hogy valójában a hétfők azok mindig másnaposan, vagy még a józanodás állapotában indulnak, és mire kijózanodik az illető, addigra újra kezdődik a hétvégi buli. Párkapcsolati problémák adódhatnak? Munkahelyi problémák vezethetnek ide? Azt gondolom, hogy mindenfajta olyan probléma, ami a személyiséget bántja, nehezenben tud megküzdeni vele az illető, az vezethet
vezet valamilyen megoldáshoz az alkohol, azt mi azt mondjuk szakemberek, hogy egy maladaptív megoldás, vagyis hát nem megoldás, hiszen ha feszült vagyok, mert felidegesített a feleségem, vagy ideges vagyok a gyerekre, vagy utálom a főnökömet, vagy a munkahelyemet, és megiszom valamennyi alkoholt, akkor lazább leszek. Oldja a szorongást, oldja a feszültséget. Tehát az aktuális érzésre, amit akkor érez az illető, lehet egy megoldás. De az a probléma, hogy az alkohol gyorsan lebomlik, gyorsan csökken az a szorongásoldó hatása, ha mondjuk csak ennél az egy tulajdonságánál maradunk, és egyre nagyobb mennyiséget kell meginni ahhoz, hogy ugyanannyi ideig ugyanolyan mértékű hatást tudjon elérni. Azért beszélünk rossz adaptációról ebben a probléma megoldásban, mert egy idő után már az alkohol fogja, és a függőségi tünetek fogják diktálni azt a kényszert, a sóvárgást, ezt a fajta gondolatot, hogy meg kellene inni egy sört, egy vodkát, egy bármilyen italt. Mikor fordulnak már önökhöz? A tapasztalat az, hogy felismerik egyáltalán az alkoholisták, hogy ők bizony alkoholisták? Nagyon nehéz kérdés ez. Ezt nem tudok húzni egy vonalat, hogy tegnap még nem voltál alkoholista, ma már alkoholista vagy. Tehát maga a betegség kezdete is azért egy ilyen hosszasabb folyamat, ami így nagyon észrevétlenül megy át a normál ivási szokások, vagy a szociális ivásból esetleg egy valamilyen fajta függőségé. A környezet hamarabb felismeri, hogy probléma van, vagy legalábbis azt észleli, hogy az illető, ha rendszeresen iszik, akkor hogyan vonja ki magát mondjuk a szociális szerepeiből, vagy hogyan húzódik vissza, hogy milyen fajta problémák jelenthetnek a mindennapokban. Az illető többnyire kevéssé, nagyon gyakran kapják azt a választ, meg a család is, hogy ha akarnék, én leszoknék, nem más többet iszik, nem kell ezzel foglalkozni, én látom én a munkámat, ittasan nem megyek dolgozni, és sokféle választ kapunk. Nehezen szokta maga az egyén felismerni. Nagyon sokszor, ha bekerülnek hozzánk, akkor vagy valami olyan eset után kerül be, amikor jól leissza magát, és összeszedik valahol, mert rosszul van, és aztán mire magához tér a sürgősége, aztán akkor már ott vannak a megvonásos tünetek, és átküldik az addiktológiára. Vagy történik valami családi probléma, nagyobb dükitörés indulat, ami miatt bekerülnek. A család kényszeríti, vagy a munkahely kényszeríti, azt mondja, hogy jó munkás vagy, kedveljük a munkádat, nem akarunk megválni, de gyógyítasd magad, mert szerintünk van valami függőséged. Vannak már ilyen munkahelyek, akik így felelősséggel felvállalják ezt a problémát, és kérik, hogy a dolgozója jelenjen meg és kezeltesse magát. Ez még mindig a jobbik eset, mint igen, hogy fognák és kirúgnák ugye az alkalmazottat. Mit lehet ilyenkor tenni egyáltalán önök? Önök mit tesznek? Azért nehéz kérdés, mert a legtöbb ember azt gondolja, hogy bejövök, egy alkohol elvonó kúrán részt veszek, én nem is olyan szeretem ezt a fajta megfogalmazást, és utána minden megy a maga útján. Az alkohol függőségből való gyógyulás az egy felépülési folyamat. Nem egy, mint ahogy a kezdete sem egy éles vonal, a gyógyulás sem egy éles vonal, és a gyógyulásnak is nagyon sokféle feltétele van. Az első lépés, az illető meg akarjon gyógyulni, el akarja kezdeni ezt a felépülést. Ez a legnehezebb. Mert mindaddig, ameddig csak a család akarja, addig ilyen különböző játszma helyzetekbe megyünk bele, ő azt mondja, hogy igen, aztán utána széttárja a kezét, hogy tessékben voltam a kórházban, és ott sem tudtak segíteni. Hiszen egy csomó mindent lehet úgy csinálni, úgy csinálok, mintha ott ülnék a csoporton és részt vennék rajta, de valójában, amit ott mondanak, nem is olyan figyelek oda, vagy kívül marad, vagy nem kezdek el gondolkodni. Mi egy összetettebb szemlélettel próbálunk segíteni a gyógyulóknak, vagy a gyógyulni szándékozóknak. Egyrészt az, hogy van egy rövidebb gyógyszeres szakasz, amikor a akut megvonásos tüneteket kezelni kell, amikor szüksége van arra, hogy támogassuk a szervezetet, hogy ne legyenek súlyosabb szövődmények, vagy kezeljük már azokat a szövődményeket, amik esetleg kialakultak az italfogyasztásból. Nagyon sokszor, amikor kihúzanodik az illető, és ott állunk már több nap óta, el nem fogyasztott alkoholmentesen, száraz állapotban előkerülnek szorongások, pánikbetegségek, mint amik társulnak, depressziós tünetek, ezekkel is muszáj foglalkozni. De ha csak a depresszióját kezelem, akkor attól még a szenvedélybetegség fennmarad, és ugyanúgy visszaesik, de a kettőt párhuzamosan kell kezelni. És a gyógyszeres terápián túl csoportfoglalkozásokat már elég korán elkezdjük, amiben nagyon sokféle lehetőség közül tud választani az illető. Vannak
edukációs programjaink vannak, olyanok, amik a visszaesés megelőzésével kapcsolatos technikákat, felismeréseket tanítják. Vannak olyanok, amik magának a probléma, megoldásnak, észlelésnek, feldolgozásnak a technikáját tanítják. Vannak olyanok, amik arról szólnak, hogy a művészet eszközeivel, például a zenével hogyan tudunk érzelmi állapokat felismerni, azokat saját magunk számára jobban megfogalmazni, hogyan tudjuk a családunkat is bevonni. Szenvedélybeteg számára tartunk egy hozzátartozói csoportot, ami már munkaidő után minden szerdán fél hatkor kezdődik a Kinnasóstóéti Kórházba, ahová azok a hozzátartozók jöhetnek el, akiknek lehet, hogy még a problémás családtagja el sem kezdte a gyógyulást, de szeretne esetleg olyanokkal beszélni, akik már benne vannak ebben a gyógyulási folyamatban, nagyon sok tanácsot tudnak adni, meg hát a segítőink, a terapeuták is tudnak hatékony tanácsot adni hozzá, hogy hogyan tudnak elindulni. Nyugtasson meg, hogy akkor le lehet szokni. Le lehet szokni, mindig két tényező kell hozzá, egy belső és egy külső, és a kezdeti lépésekben a külső támogatás nagyon-nagyon fontos. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk.